valami habzsolás, az élet értelme, az igazság, tehát olyan nagy kérdések izgattak, nagyon magányosan, mert közben egy balerinába bújva kellett mindezt, ezt a tudást. Engem, hogy őszinte legyek, nagyon sok esetben szórakoztat a Jordán Adél, a szó legnemesebb értelme. Ja, mintha nem szeretnéd, de győzik ez sok. Nem. Egész létezésemben van mások számára, nem mindenki számára, de az emberek nagy részének valamiféle különös. Hogy beülünk és elindulunk, és többé senki ne tudja rólunk, hogy kik vagyunk. Mm. És ebben a gondolatban osztozunk szerintem az Adél. Sziasztok, üdv mindenkinek! Színházi rendezők ritkán érnek el olyan népszerűséget és ismertséget, pláne ilyen fiatalon, mint mai vendégem. Napjaink egyik legizgalmasabb alkotójával, Székely Krisztával beszélgetek, akit nem csak színházi munkái miatt halmoznak el díjakkal, hanem bátor, önazonos és higgadt közéleti kiállása is jelentősen hozzájárul renoméjához. Munkahelyére a Katona József Színházba megyek érte. Hello. Berakhatom hátra. Hello. Hello, Krista. De elegáns vagy. De, mintha csak tudtam volna. Igen, amúgy igen, alkotunk egy ilyen jó képi világot. Igen, na tessék. Nem jöhettem ide a katonába eléd ilyen, nem tudom, csofattan. Kell néznem ezt a kocsit. Nézd meg nyugodtan, ez már az, mert csak mondom, hogy ez már, tehát, hogy már forgunk. Oké, okay, igen. Jó? Csak okay. Hogyha véletlen. Nézd körül, ja. Érezd magad otthon. Munkából. Head of Ebner próbáltok, ugye? Igen. Most van szeptember vége felé, még nem egészen a vége, úgyhogy már, de már kevesebb, mint egy hónap a bemutatóig. Igen, ez ilyenkor szívesen. Köszi. Ilyenkor, mikor szorongsz? A próba folyamat hát, során. Folyamatosan. Az, hogy szorongsz, az látszik? Vagy annak van valamilyen tanúbizonysága mondjuk közös munka során, vagy így az élet során ezekben a próbás időszakokban? Szerintem nincs. Tehát nincs szerintem az körülöttem, hogy jövök dolgozni, és akkor már a portás mondja, hogy jó, a Krista úgy látom, ma szorong. Tehát ez egy nagyon mély belső ügyek. Alapvetően elég ilyen típusú ember vagyok. Vagy. Igen, tehát hogy amik történnek velem, azok azért főleg belül történnek. És a szorongás az abból nem feltétlenül a legrosszabb verziót kell elképzelni, tehát nem feltétlenül ez a toxikus szorongás, tehát nem feltétlenül a bénító szorongás, de egy folyamatos, lehet, hogy nem is a szorongás a jó szó most, hogy így beszélünk róla. De hogy igen, ez nem feltétlenül egy rossz állapot. Nem csak azért kérdezem, mert hogy én úgy látlak téged, mint valaki, akinek hihetetlen fejlett érzelem szabályozása van. Nyilván én nagyon felszínesen, tehát hogy nem látok belőled sokat, de meg nyilván ezt összerakom magamban azzal a ténnyel, hogy te iszonyú sokáig balettoztál nagyon komoly szinten. Ami önmagában, most nem tudom, hogy szarkasztikusan mondtad. Valószínűleg igen. Jó, lapozunk. Nem kapcsoltam még össze ezt. De ez hogy lehet? Hát a balett maga a szabályozottság. Igen, ezért mondom, hogy jól esik, ha az emberre valaki kicsit távolabbról tekint rá, mert lehet, hogy olyan összefüggések kerülnek elő, amikre én nem gondoltam. Nem ezzel kötöm ezt össze, vagy hogy nem. De most, hogy mondod, lehet, hogy valamiféle fegyelmezettségnek nyilvánvalóan van nyoma bennem ebből, de
de valami alkati dolognak érzem azért elsősorban. Igen, de még már gyerekként is ilyen voltál? Aki így középen volt? Nem voltak amplitúdói? Nagy amplitúdói? Mit mondanak rólad? Hát azt mondják, hogy amikor egész kicsi voltam, akkor nagy amplitúdóim voltak, tehát ilyen három környékén, de azért valahogy azt képzelem, vagy úgy emlékszem magamra, és hát ez persze lehet rendkívül téves, mert a nosztalgia azért az egy veszélyes dolog, vagy a visszaemlékezés, de... A memória meg. Igen, kapit. Igen, az pár. 40 körül, igen, ugye? Hát ugye, igen, köszi. De hogy alapvetően úgy emlékszem, hogy elég vizsgálódó alkat voltam, vagy hogy legalábbis sok megfigyelésemre emlékszem gyerekkoromról, ami azt eredményezi, hogy valamiféle kívülállás kell, és a kívülálláshoz meg valami olyan típusú idegállapot kell, amiben az ember nem áldozata sem önmagának, sem a hétköznapjainak, vagy ezeknek a dolgoknak, és ez egy régi élményem magammal kapcsolatban. A kívülállás, vagy mi? Hát ez, hogy a megfigyelés, illetve igen, az, hogy most nem azt mondom, hogy nem történtek velem nehézségek, vagy hogy nem viselnek meg dolgok, mert ez így nem igaz, de azt nem élem meg, hogy egy folyamatos hullámvasúton ülnék, és nem érem magam utol, és nincs időm analizálni, dönteni. Érted, szóval, hogy... Értem. Ami azért is izgalmas, hogy nem éled meg, mert megint csak külső szemmel, hogyha ránézek mondjuk az elmúlt, mert most persze megcinkeltelek ezzel a 40-esre, de tényleg mire ez adásba kerül, már boldog születésnapot lesz. Boldog születésnapot. És hogyha ránézed, ez egy ilyen óhatatlanul a legnagyobb közhely, de azért a 40-es szám az tényleg egy ilyen számvetős időszak. És óhatatlanul azért, hogy az ember így ránéz, azért itt volt lent fönt, meg jobbról balra, meg kanyarok, tehát hogy olyan volt nekem ez, hogyha ránézek az eddig életutadra, mint hogyha tényleg néha így csúzlival nőttek volna ki a palánk másik oldalára téged. Igen, most annyit dolgot mondtál egyszerre. Ez az egyik bajom riporterként, köszönöm, hogy rávilágítottál, és adunk egy kis muníciót, igen, a kommentelőknek. Az az érdekes ebben, szintén egy kívülről tűnhet ez úgy, hogy igen, tehát hogy ilyen egymással ellentétes dolgok történnek, szélsőséges dolgok történnek, indokolatlan dolgok történnek, de belül ezek lineálisak bizonyos értelemben. És azért is, mert azok a stádiumok, amikben jártam az életemben, azokban eléggé jelen voltam. Tehát az elvágyódás, a csehovi elvágyódás nincs ilyen értelemben. Tehát, voltak szakaszok, amikben azt éreztem, hogy azok nagyon, tehát most az utóbbi kérdésedre visszatérve, a balettben én nagyon jelen voltam, és nagyon önazonos voltam, és nagyon akartam egy bizonyos fokig, ahol amúgy azt érzem, hogy később már tudom, hogy miért nem lehettem balerina, akkor tök jó lett volna, ha valaki így megmondja, tehát egy csomó egy pár évet megspórolhattak volna nekem. Mert az, hogy nem neked való? Nem, az, hogy eleve alkatilag sem vagyok rá alkalmas. Tehát nálunk a családban volt egy vita, hogy balerina legyek-e, vagy sportoló. Apukám szerette volna, ha teniszező leszek. És azért együtt, hogy nem bántam meg, hogy balettáncos lettem, vagy hát részben, vagy kicsit. Mégis azért én egy ilyen sportolóbb alkat vagyok. Kevésbé vagyok egy hópihe. Az összes többit erről nem is beszélve, ami meg a személyiségem, de hogy... Belülről sem vagyok, vagy csak nagyon-nagyon ritkán tör ki belőlem a hópiha. Hópiha egyáltalán képes kitörni. Igen. Szóval, hogy sok stádium volt, de az összes stádiumban akkor is ott voltam, és nem azt gondoltam, hogy úristen, én most itt vagyok, de nekem valahol máshol kéne lennem, hanem inkább csak kifutottak, vagy lejártak ezek, vagy végére jutottam bizonyos dolgoknak, és általában ezekből következett valami következő. Na de amikor a balettot abba hagytad, akkor voltál 18, tehát akkor ezért másfél évtized belement ebbe.
és ennek a másfél évtizednek a ennek a másfél... Brutális délután. De most én annyira lágyan próbálom ezt kérdezni. Igen, te nagyon lágy vagy, de az élet nem ilyen. A valóság, amiről beszélsz. Na, hát igen, lehet, hogy ez a brutális, ez az ellentét. De hogy... Szóval, hogy azért, na látod, szóval akkor brutális volt ez mégiscsak. Tehát, hogy, nem a, tehát, hogy itt nem valami olyasmit látok én ebben, hogy hát ennek így lejárt a szavatossága, és akkor így szépen nyugodtan megbeszéltük, leültünk egy körben, tartottunk egy szeánszot, és eldöntöttünk, hogy abba hagytunk. Hanem, hogy én úgy tudom, hogy te egyszer csak azt mondtad, hogy eddig és nem, hát ne tovább. Ez igen, mert a te narratívád az valami más, mert ez érdekes, mert hogy, amit mondasz, hogy alapvetően nem vagyok egy ilyen lobbanékony alkat, de valójában pedig nagyon végletes vagyok és radikális, és nem tökölök, vagy hogy nem húzom az időt semmiben különösebben. Tehát, hogyha valami megfogalmazódott, vagy valaminek vége, akkor annak vége van. De ez érdekesen ellentétes például azzal, hogy nem nagyon láttak még az emberek kiabálni, vagy magamból kivetkőzni. Szóval igen, tehát például édesanyámat, most az itt haladunk el, ahol egy pár évig éltünk. Mikor itt voltál? Vagy? Hát pont amikor a táncot abba hagytam. Tehát az például édesanyámnak rendkívül, szerintem nagyon nehezen megemészthető, váratlan, hirtelen... Igen, neki ez sokkoló volt. Sokkoló dolog volt, és nyilvánvalóan mindenkinek körülöttem. Igen, tehát de bennem egyszer csak ez megfogalmazódott, és én abban a pillanatban, ha valamit kimondok, és valami úgy van, akkor nem tud máshogy lenni. Egyszerűen nem... Tudom, hogy bizonyos embereknek ezzel nehézsége van, vagy ezzel küzd, vagy nekem ettől ennyire dagolt az életem, hogy ezeknek engedelmeskedem, vagy ezt elhiszem magamnak. Igen, amíg tényleg ez a tagolt, ez egy tök jó szó, mert hogy utána jött megint egy nagyobb egység, ami ugye ez a bizonyos csúzli átlőtt, nem hogy a palánk másik oldalára, hanem a világ másik oldalára lőtt el. Elmentél ugye a Távol-Keletre. Igen, hát ez egy spirituális alapindítatás volt. Bár még nem kérdeztél semmit. De mondd el, hogy mi volt az alapindítatás, kedves Kriszta, mi volt az alapindítatás? Nem lehet. Nem spirituális volt véletlenül az alapindítatás? Nem, de azt tudom, hogy például volt valamilyen, megláttam valami hirdetést valahol, és akkor egyszer csak ott is született egy viszonylag gyors döntés. Igen, gyors döntés született, de ennek volt egy intellektuális előkészítése, már pedig az, hogy itt párhuzamosan a balettból való kimozdulás és a saját 182 centim és egyéb izomzatom felismerése mellett, és a hópiheség korábban említett, bennem beindult egy nagyon, mint egy kapcsolót, amikor bekapcsolnak egy ilyen intellektuális ébredezés, vagy ennél talán egy radikálisabb dologról van szó, tehát valami habzsolás, az élet értelme, az igazság, tehát olyan nagy kérdések izgattak, nagyon magányosan, mert közben egy balerinába bújva kellett mindezt, ezt a tudást, és az életvitel, vagy életmód, vagy pálya nem erre van kitalálva feltétlenül, ezt most egy pillanatra sem degradálva mondom. De hogy én ott elkezdtem egyszer csak ezt keresni, és bújni, és olvasni, és... De mit kezdtél keresni? Hát azt, hogy mi az értelme az életnek, ilyen van kis egy gond. Isten, aha, ki vagyok én. Könnyű kérdés. Tehát ilyen nagyon könnyű kérdés. És hogy mi az igazság, és volt bennem egy ilyen nagyon erős lázadás a nyugati civilizációval szemben, a pénz uralma, tehát az összes csúnyaság és nehézség, ami szerintem okozza a szenvedéseinket, és akkori olvasmányaim alapján úgy tűnt, hogy valahogy az ázsiai filozófia és vallásfilozófia közelíti meg ezt valahogy, számomra a leg, nem tudom, milyen ebből plusz, és ez alakoskodás lenne magamat egy ilyen harmadik Richardi módon egy ilyen csuhába elképzelni, ahogy filozofálgattam. Mert hogy egy kettősség van ebben, hogy vajon az élet megtapasztalása az ez-e, hogy az ember olvas és szellemileg keres, de bennem volt egy
nagyon nagy ésség az élet. Hát a fizikumán. Hát igen, az élet tapinthatóságával, kalandjaival, életveszélyével, szabadságával, a bármiével, a jöjjön a bármi. Hát és jött is bármi, mert volt pár éve pont a VMN-en egy interjú, azt hiszem, hogy Járfás Dorkával, amikor azt mondtad, hogy olyankor, amikor kint voltál, akkor édesanyját konkrétan nem azért aggódott, hogy az életedért aggódott, hogy egyáltalán hazagyere majd egyszer onnan. Igen, hát és hogy ebben igaza volt. Hát nyilvánvalóan igaza volt, tehát egy anya azért is aggódik, gondolom, te ezt jobban tudod, mint én, de hogyha a gyereke először BKV-val közlekedik, vagy elmegy jobbról balra egy kicsit, szóval ez nem veszi fel a telefont. Igen, nem veszi fel a telefont. Kamaszodik, nem tudom, de itt ugye nem csak erről van szó, mert nagyon akkoriban nem sokan, de manapság, mert azért többen utaznak, vagy többen döntenek úgy, hogy mielőtt, nem tudom, kitalálják, hogy ők mik lesznek, tesznek egy kört a világban, de én egy nagyon szélsőséges töltésben voltam, hogy finom legyek, és szerintem az ő félelme már korábban kezdődött, tehát én és ez nyilvánvalóan a baletthez lehet kötni, tehát hogy ennek a papi hivatásnak, ami a klasszikus balett volt. Húha! ezt most jól értve. Igen, de értem a legkorlátozottsága, Hát igen, meg az, hogy egész gyerekkorod óta ez egy nagyon koncentrált, ugyanúgy, mint a sportolók, tehát a gyermeki élettől, meg az élettől, mint olyantól elszakítva, egy izolált, folyamatos keresésben van az ember, tehát ennek valami teljes másik véglete kezdett kibontakozni. Hát de nem lehet az, hogy annak a személyiségtípusnak, aki te vagy, az egyik végletből csak a másik végletben van út. Tehát, hát hogy... most, hogy 40 éves leszek. Igen. Amúgy ez engem nem bánt, csak valahogy annyira benne van az emberben, hogy erről így kell beszélni. Erről így kell valamit gondolni, igen, nem? Szóval ez meg kell, hogy rázza az embert. És bizonyos értelemben megrázó, de nem olyan értelemben megrázó, vagy szóval a ráncaim tekintetében, hanem... Nem csoda, mert hogy... Még. De mondjuk őszülök nagyon. Szóval jó, de hát ez meg jól áll, úgyhogy... Nem tudom, miről beszéltünk pedig. Arról, hogy a végletből csak a végletbe van-e most út. Most, hogy így valami már kirajzolódik, tehát 40 évesen, hogy te is bölcsen mondtad, hogy ilyenkor az ember már azért rendelkezik olyan anyaggal saját magáról, hogy valamit úgy le tud vonni. Vagy hát vannak bizonyos tendenciák, amelyeket nem lehetne észrevenni. Igen, igen. Ezért egyet kell, hogy értsek veled, hogy... Hogy igen, tehát hogy nem egy ilyen középtartományban, még akkor is, ha én magam egy ilyen tartományban mozgok, valójában egy rendkívül szélsőséges ember vagyok. Mondod ezt ilyen halálnyugodtan. Mondom ezt így, igen. Lágy hangon. Igen. Jó, és mi hoz ki a sodrodból? Mi billent ki ebből, amit most látunk, hallunk? Mit jelent az, hogy ki hoz? Hát az, jó, hát számomra az, hogy... Amikor nem vagy nyugodt. Mikor nem vagyok. Mikor nem vagy nyugodt. Hát azt hiszem most, mert az nagyon ritka tényleg, hogy ennek egy ilyen fiziológiai jele legyen, hogy én így kiabálok, vagy nem tudom, mit csinálok. Talán rendezőként. Rendezőként ott kell valamiféle tekintélynek lenni. Ilyesmi. Az szokott nekem nehéz lenni, hogy ha valami nem a terveim szerint halad. Ami azért gondolom előfordul, tehát hogy azért csak művész emberekkel dolgozol. Azoknak sajnos hál' Istennek vannak gondolatai. Igen, de ez még csak nem is a munkára igaz. Tehát a munkában nekem nagyon, nagyon kevés dolog. Akkor az, ha a munkáról beszélünk, akkor az tud nehéz lenni, ha azt érzem, hogy valakinek valamiért ez nem úgy az ügye, vagy valaki nem veszi elég komolyan, vagy, de ez abban a színházban, ahol dolgozom, ez szinte soha nem fordul elő, mert ez egy... Mert ez mindenkinek az ügye. Mert ez egy olyan színház, és ez az egyik varázsa, hogy egy olyan munkamorál van, amiben ez mindenki egy ilyen tudattal rendelkezik. Szóval... Ott tényleg nem jellemző rám, hogy elveszteném a türelmemet, szóval ez
ilyen példát nem tudok. Amikor néztem a Jordan Adélról szóló Alkalmáté trupp előadást, és abban egy jelenetet, amikor Lázár Kati, Adél édesanyja és te beszélgettek, vagyis téged játszó Kovács Patricia beszélgetnek, és a Lázár Kati jaj veszélykelés olyan Lázár Kati is gesztusokkal fejezi ki aggodalmát a kapcsolatotok miatt, a Székely Krisztát játszó Kovács Patricia pedig éteri nyugalommal kezeli mindezt. Tehát, hogy egy ilyen, ott is van ez a középen állás, és hogy az jutott eszembe, hogy téged összesodorta az élet és a szerelem egy olyan társal, mert hogy Adél is egy, hát hogy mondjam, ő nem egy ilyen nyugodt feltétlenül, nyilván joga közben az, de hogy volt vendége a műsorban, és látom, és színpadon, és élőben is, szóval, hogy ő egy más, ő más típusú személyiség, és hogy ez milyen érdekes lehet, ez a kettős. Igen, hát... Néha. Igen, ez mit mondhatnék erre? Hát, hogy hogyan van ez, amennyi belefér, annyit mondjál, hogy ez a, hogy két hőfok, meg ez a két működésmód, mert hogy szerintem ez nagyon sokunknak ismerős, hogy az ember sokszor olyan társat kap, vagy választ, aki nagyon más hőfokon és nagyon más dinamikával rendelkezik, és hogy lehet ezt működtetni? Hát... Én ezt nem... nem tudom, hogy lehet. Én ezt ideálisnak, vagy nem tudom, hogy te hogy gondolod, én ezt ebben az esetben ideálisnak érzem, de ennek nyilván nem ez az alapja, vagy annak, hogy vagy nem csak ez az alapja, hogy ez egy működő, vagy jól működő felállás, hogy ennyire másmilyenek vagyunk, így alapjaiban véve. De úgy tűnik, hogy igen, ez nem is tudom pontosan én sem, hogy mitől, de nyilván egy most általánosságban nézve egy olyan ember, aki pont az ellenkezője annak, amit ilyen hosszan leírtam magamról, annak valamiféle földelést jelent az, aki esetleg nem ennyire reaktív, egyáltalán nem. Engem, hogy őszinte legyek, nagyon sok esetben szórakoztat a Jordan Adél, a szó legnemesebb értelmében. Nehéz magadról beszélni, vagy nem szeret? Vagy szeret? Vagy hogy vagy ezzel? Magamról, az Adélról nehezen beszélek, vagy nem, vagy nagyon vigyázok erre a dologra, vagy szerintem mind a ketten, szóval most azért fogalmaztam ennyire. Igen, azt látom, meg tudom is, és nem is akarok ez annál közelebb menni, ha már távolságtartás, mint amennyi neked komfortos, vagy nektek komfortos, és tök jó, hogy vigyáztok is rá, csak abból amiről beszéltünk, egyszer nem tudtam nem arra asszociálni, hogy van egy ilyen nagyon érdekes ellenpólusa a te életedben ennek a működésnek. Igen, és szerintem én nagyon szeretem, hogy van egy ilyen, egy ilyen dolog az életemben, egy ilyen ember. És most őt rendezed? Igen. Tehát, hogy Hedda Gáblert ő játsza, és most, és azért érdekes ez, mert azért ez egy nagyon izgalmas karakter, Hedda Gábler, és tudom, hogy téged hosszú idő óta foglalkoztat. Csomó érdekes dolgot vetettél fel megint. Válogass, foglald össze. Én ilyen hosszan kérdezek. Igen, de jó lesz. És akkor így nagyon, ahogy lehet belőle. Szóval igen, na jó. Kommentelőknek mondom, hogy ez nekem személy szerint legalábbis jól esik. Így működik az agyam, hogy ilyen nagyon sokféle igen, dolog van benne egyszerre. Igen. Ebben hasonlítunk. Amúgy. Na, tök jó. Csak én nem tudom így középen tartani. Én egyrészt így gesztikulálok közben, és sok mindent beleteszek egy kérdésben. De beszélgetni így jobb. Na, szóval... Szóval, igen, együtt dolgozunk. Itt csak annyit akarok mondani neked, hogy ez például egy érzékeny dolog lehet, vagy hogy az emberben felmerül ez a kérdés, vagy joggal merül fel. Ez bármelyik már kapcsolatban érzékeny lenne. Tehát, igen, hogy igen, rendezem igen. A szerelmemet. Igen, de tulajdonképpen ugye én már elég
régóta vagyok a katona kötelékében, az ADL még régebben van a katona kötelékében, és mi hivatalosan igaziból még nem dolgoztunk együtt, mert az ADL-t, mint színésznőt én már vártam szakmai értelemben, tehát nagyon-nagyon régóta vagy hát már egyetem alatt, és stb. Szóval ez szerintem egy fontos adalék, hogy nem, tehát ez nem fordítva van így. És hát a Hedda Gablerről pedig annyit, hogy szerintem, hát ugye a drámairodalom azért mostoha a nőkkel, hogy őszinte legyek, ezt aki ebben valamelyest, vagy ha nem is olyan mélyen jártast, azért tudja, hogy azért a női alakok ritkán nagyon bonyolultak, vagy ritkán van egy olyan szuverén történetük, ami mondjuk hasonlatos egy Ivanovhoz, vagy egy Hamlethez, és a Hedda Gabler talán az egyetlen, és az egyik ilyen, én inkább az egyetlennek gondolom, gyakran amúgy a női Hamletként is emlegetik, mert egy teljesen más összetételű nőről szól, mint a drámák általában, és mint ahogy a nőket általában ismerjük, vagy ahogy a nők mutatják magukat. Szóval ez egy embert próbálóan nagy feladat a Hedda Gablert játszó színésznőnek is, legyen az bárki a világ bármely pontján, és a Hedda Gablert rendezőnek is, mert borzasztóan nehéz egy antihőst, és ráadásul egy női antihőst megmutatni úgy, hogy azzal az ember együtt tudjon azért érezni, be tudjon kapcsolódni. Szóval, hogy nagyon, azért is mondtam ezt a beszűkültséget, mert ez most egy különösen megterhelő, nehéz időszak. Te tényleg dolgoztál a Győzike show-ban? Tudom, hogy random. Tényleg így random, így a Hedda Gabler. Tudom, de mi mindjárt visszatérünk. Ez... Csak mert, hogy el ne felejtsem, mert hogy annyira nem tudlak elképzelni. Tehát, hogy nem, ezt itt nem tudom elképzelni ott. Igen, de hát ez is jól mutatja azt, amit állítottál rólam, ezt a végletességet, hogy most itt tényleg belelovalom magam a Hedda Gablerbe. Csak ezt is tudom, hogy ez csak egy bizonyos szintig érdekes, szóval, hogy... De most beleraktam ide egy Győzike show-t, és mert visszalovalódunk a drámai irodalom bonyolult nő. A Győzike show-ba, igaz. De miért? Miért igaz? Vagy miért nem, miért dolgozott? Meg hogy... Hogy került? Milyen volt? Azt tudom, hogy került, vagy nem tudom, hogy került, és sejtem, hogy kerültél oda, mert hazajöttél ugye az említett ázsiai útból, és aztán egyszer... Dolgozni kellett. És dolgozni kellett valahol. Csak hogy mit adott, hogy mit adott hozzá az életedhez ez, illetve hogy így, amikor mondjuk ránézel a pályád mostani emelvényéről oda, akkor ezt te hova helyezed magadban, meg így... Olyan, mintha nem szeretnéd a Győzike show-t. Nem. Én azt hallom. Én nem annyira szeretem, ezzel együtt, ezzel együtt, érted? Tehát az emberek nagyon-nagyon nagy sokasága nézte. Igen, ez szerettél, vagy nem szeretted, tehát volt erre igény, és létrejött. Muszáj, hogy igen, elmondja, tehát ez hozzátartozik, hogy én hogy kerültem oda, és hogy meddig voltam ott, és hogy ez mit foglalt magában. Nyilvánvalóan extrém, és érdekes módon az, hogy büszke vagyok rá, azt talán nem mondanám, de el tudom helyezni magamban, vagy hogy nincs bennem egy ilyen, tehát lehetne ez is, hogy ezt így próbálom eltitkolni, és akkor valahogy most kiderült, tudod, és akkor ezt most nagyon szégyellem, de nagyon más helyen kezelem az egészet. Szóval amikor hazajöttem, akkor már Shanghai-ból, mert akkor már ott nem Laosban voltam, véget ért a spirituális gazdagodásod. Igen. Rájöttem, hogy ez volt az összes válasz minden kérdésre, igen, az életért. Rájöttem, hogy ez nem így működik, hogy 21 évesen az ember előre lapoz 1500 oldalt, és megvilágosodva. Még oda kell menni a Győzikéhez, szóval először. Nagyon sok minden, nagyon sok. És ebben amúgy pontosan ez is benne van. Szóval amikor hazajöttem, akkor rendező akartam lenni, de nem indult ez a szak régebben, nem ontotta magából az SFE a rendezőket
évente, hanem 5 évente indultak ezek a szakok. És akkor vázlatosan fogom elmondani, ne ijedj meg ezt az egészet, de hogy az volt a vágyam, hogy rendező legyek. De filmrendező nem, a színház rendezőség, ez megint egy szenvedélyes véletlennek a következménye, de filmrendező akartam lenni, és akkor édesanyám, akit már korábban említettünk, találta ezt a lehetőséget, egy amerikai filmes egyetemre lehetett ösztöndíjra pályázni, egy rövid filmmel, és hogyha megnyered az ösztöndíjat, akkor nem kell a 600 milliárd dollárt kifizetni. Hanem ingyen elvégezhet az ember, nem az egészet, de egy ilyen etapot ebből az iskolából, és akkor unszolt, hogy csináljak egy ilyen filmet, és akkor csináltam, és akkor megnyertem ezt az ösztöndíjat, és ami végtelenül, és mondjam, jó érzés volt. Nem mondod. Ha hiszed, ha nem. Aztán, igen. Meg nem volt bizony. Rossz. Igen. És én ott találkoztam a Kovács Dániellel, akit biztosan ismersz. Az RTL Klubnál. Ő most már a sorozat gyártásnak, rendezésnek a kreatív főrendező. Feje, igen. De akkor még nem volt az. Hanem oda járt, hogy ő is többet tudjon, valahogy a rendező akart lenni ő is, tehát ő is valahogy ugyanúgy gondolkodott, vagy hasonlóan gondolkodott. Minden esetre ott mi összebarátkoztunk, ilyenkor még ilyen 24 éves vagyok, vagy valami ez hasonló. És akkor letelt ez az idő, és nekem nem volt munkám, nem élősködtem a szüleimen, tehát nem volt az opció, hogy akkor azt vagy eltelik ez az idő, amíg felvételizni lehet, és ő elhívott engem dolgozni, megkérdezte, képességesnek tartott. Én akkor nekem fogalmam nem volt, hogy ez valójában mit jelent. Én úgy nőttem fel, hogy nem néztünk tévét otthon. Tényleg egyáltalán? Nekem nagyon sokáig nem lehetett tévét nézni. Amitől egy kicsit ilyen UFO voltam, mert nem értettem, hogy miről beszélnek az iskolában, de mobiltelefonom is nagyon sokáig nem lehetett. Ebből kifolyólag sokat olvastam, ez tök jó volt. Na mindegy, ő elhívott engem dolgozni az RTL-hez, és kettőt pislantottam, és egy stáb buszon találtam magam lefele Salgótarjánba. Úgyhogy... Valahol el kell kezdeni, igen, a televízióval. Igen, de fogalmam se volt róla, hogy mi fog velem történni. És hozzáteszem, nem is tudott volna fogalmam lenni, hogy mi fog velem történni, mert azt gondolom, hogy az ilyen típusú műsorgyártás az egy külön olyan szegmense a tévézésnek, ami szerintem egy extrém sport, de minden esetre így kerültem oda, és olyan szintű, hogy is mondjam, őrület volt ebben helytállni, képesnek lenni, felvenni, a családdal olyan viszonyban lenni, a történetet, a vágást, nem tudom, hogy egy olyan méretű feladat volt, ami benne nekem nagyon jónak kellett lennem, ezt például tudom említeni, mint esetleges, van, aki szerint problémát, hogy én azt gondolom, hogy amiben belefogok, abban kiemelkedőnek kell lennem, ha már belefogtam. De hogy ez engem inspirált és lefoglalt, nem olyan nagyon hosszan, tehát ez egy 2 év volt, és több más tévéműsor is volt, és nagyon sok dolgot tanultam, és itt emiatt nem kezelem ezt pusztán azért, amit magam is gondolok, amikor megnézem a Győzike Showt, hogy ennek a helyi értékén, azt a helyi értékén kezelem, tehát hogy nem veszem elő a DVD-t hétvégenként, nézem vissza, hogy... Keresed a nevedet. Igen, szóval nem ez, de nagyon sokat tanultam egy csomó mindenről, felelősségről, időbeosztásról, történetmesélésről, annak a legbézikebb módján, tehát hogy nem a Hedda a Gabler, de hogy nagyon sok dolgot, és elég fiatalon elsajátítottam ott. Hát és, de hogy ez, tehát hogy látszólag tényleg csapongóan indult ez a dolog, de azért van ennek ahhoz köze, hogy az a fajta válaszkeresés, ami elindult itt
kamaszkorodban, vagy nagy kamasz, kis kamasz, nagy kamaszkorodban, az, annak tényleg része kellett, hogy legyen ez is. Tehát, én nem gondolom azt, hogy olyan, hogy ennyi idősen ide lehet jutni anélkül, hogy azt a sok oldalt ott végiglapoztad volna a válaszkeresés közben. Tehát, hogy Győzikével együtt, elutazással együtt, végletekkel együtt, mindennel együtt. Hát szerintem az én esetemben biztos, hogy nem, vagy hogy biztos, hogy vannak olyan alkatú emberek, akik... Tehát ez az alapdilemmám volt, hogy vajon meg lehet-e tanulni az életet könyvekből, aha, meg lehet-e tanulni élni, vagy élni csak úgy lehet megtanulni, hogy az ember él. És én az utóbbit tartom igaznak magamra egyértelműen, de úgy alapvetően is. Azt hiszem, hogy így 40 éves korom környékén elmondhatom, hogy egy olyan életem van, és egy olyan hogy is mondjam, önmagam által összerakott önmagam van, ami, és most nem csak az életem, most nem csak a munkám, vagy a családomra mondom ezt, hanem magam, aki vagyok, és ennek a szabálytalan részei, és most a szabálytalan részeire a társadalom által megszokottra gondolok, vagy a szabálytalannak tartottra, vagy... Igen, hát ami nem... ami mondjuk megakadályoz abban, hogy észrevétlenül belépek egy helyiségbe, az nyilván itt most nem csak az, hogy én amúgy mennyire vagyok nyugodt, vagy nem, az egész megjelenésem, az egész létezésemben van mások számára, nem mindenki számára, de az emberek nagy részének valamiféle különös, és akkor van, akinek ez visszataszító, van, akinek vonzó, van, aki kíváncsi, van, aki nem kíváncsi, de ez szerintem idáig az ember csak úgy tud eljutni, ha ebben munka van, vagy nem is tudom. Tehát, és nyilván ez mi? Ez az én telefonom. Telefonod, egy dramaturgilag kiváló pillanat van. Köszi! Arra úgy ez a... Nem mondom meg, hogy ez mi, mert jó. Nem elég emelkedett a... Szóval, hogy ez... És itt nem tudom, hogy ki, ez nem szeretem, tehát hogy ez nem egy ilyen spirituális dolog, de hogy az ember megfigyeli az életet, vagy megfigyeli azt, hogy mi hogy működik, és nem csak saját magán keresztül, hanem mondjuk az embereket figyeli maga körül, vagy a családját, vagy akit ismer, akkor azért látja, hogy mindennek ára van, és hogy dolgokért fejlődni kell, és dolgok... Tehát, hogy mindenféle préseken át kell menni, és valószínűleg ez az első ilyen nagy présem, az nekem ez volt. És hogy érzed magad Magyarországon? Most. Éreztem, hogy erről lesz szó. Hát, mert nem lehet, nem tudok erre nem rákérdezni, mert az a fajta, ugye, tehát rohadtul nem egyértelmű, hogy valaki, aki a nem szabályosnak tartó, tehát hogy nem egy cis-hetero úgynevezett normálisnak hívott identitásban él Magyarországon, hogy annak jó most ma itthon? Azt gondolom, hogy itt van egy olyan helyzet, egy olyan állapot alakult ki, ami iszonyú bonyolult és nehéz, és keresi az ember ebben a saját szerepét, felelősségét, 40 éves emberként, művészként, értelmiségiként, nem cis-hetero nőként, és én ezt próbálom megkeresni, és próbálom abban én tenni ezért a közösségért, ami kívül esik ezen a buborékon, amiben én élek. De teljes mértékben hátraléptem érzelmileg. Tehát még amikor Pride megnyitót mondtam, tehát amikor még egy olyan stádiumban volt ez az ország, amikor talán bizonyos végletektől én azt gondoltam, hogy meg lehetne óvni. És ez most amúgy
politikától teljesen függetlenül mindenféle véglet káros. De most politikairól beszélek. Igen, is. Nem az életed kontextusában. Nem az én, mert az egyáltalán nem. Ott is nagyon káros dolgok voltak. Egy-egy esetben, de hogy abban az időben talán érzelmileg jobban involválva voltam, és most pedig azt gondolom, hogy ami az én feladatom, gondolok ebben a társadalomban, azt szeretném elvégezni, ez főleg a művészeten keresztül van. Adott esetekben szívesen szólalok fel, de bábja vagy felülete nem akarok lenni egy csomó dolognak. De nem akarom magam rosszul érezni, és emiatt nem is, és így valamikor ez sikerül is. Hogy ne érezd magad rosszul. Van, amikor sikerül? Uh-huh. A színházi világ különösen nagy szarban van. Tehát szerintem, vagy én azt gondolom, hogy valami olyan sorvezető mentén kerülnek ki azok, akik pozícióhoz jutnak, ami nem az értékről szól, és nem a tehetségről szól, és ez rendkívül nyilván nem minden esetben, de nagy számban. Nem mondom, hogy minden esetben nagy számban, és ez rendkívüli módon veszélyes mindarra, amihez én értek, és amit én szeretnék ebben az országban, ha működne, és szárnyalna, és újabb és újabb generációk akarnának színházba menni, illetve színházat csinálni. Ez veszélyben lehet, és veszélyben van, ezt lehet gondolni. És hogyha ez ha valóban elfogy a levegő, akkor majd talán megint lesz egy ilyen új helyzet, amikor mondani kell valami. Igen, amikor valahol. Ki kell gondolni, hogy hogyan tovább, vagy mi a következő stádium az életnek, de azt gondolom, hogy én most ilyen pillanatban azt tudom tenni, hogy ez a Hedda Gabler, ez a lehető legjobb legyen. Ez oda lesz téve. Igen, ez oda lesz téve. Na, szóval ő Vanda? Ő Vanda. És megnézhetjük Vandát? Megnézhetjük Vandát, persze. Mert hogy ezt ti két kézzel, vagy hogy négy kézzel építettétek. Hát ez mi, amikor igen, ugye a Covid alatt nagyon sokáig rendkívül boldogok voltunk, hogy semmit nem kell csinálni, és itt a környező parkokban heverésztünk, ahol senki nem volt, és jogáztunk, és nem tudom. És az egyszer csak ebből elég lett, és én kitáltam, hogy veszek egy telket, vagy nem tudom mit, és aztán rögtön elkezdtünk ezen szorongani, hogy akkor majd folyamatosan a röközkötöttséghez, igen. És aztán Adél, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy Adél elhatározta, hogy mi meg tudunk építeni egy lakóautót, aminek azért az lett a vége, hogy főleg én építettem, persze sokat segített, de engem is nagyon sokat segített a Göbölyös Zsolt, amit muszáj, hogy elmondjak, mert tényleg ilyen önzetlenül, aki egy nagyon híres autós tudós. Aha. És ő segített átalakítani a... Hát ő volt tehát ő mindenben kényszerített, hogy én csináljam, tehát én vágjam, én kössem, de bármikor felhívhattam, és kimehettem hozzá, ha valamit nem értettem, de hát komoly menet volt, és nagyon élveztem. Semmi nem volt benne, tehát és minden. Hát és akkor kicsit mutatom, jó? Tehát mire vagy büszke? Nyugodtan. Üljek? Nem vagyok büszke? Hát még nem, de van egy van egy olyan érzésem, hogy kérd beled az rendező. Ülj. Tárolok, akkor hogyha kinesik, és nem tudom kinek ajánlni. És itt az akkor itt ajánlunk, van itt, ugye az egész teljesen önellátó. Tehát van benne egy 100 literes víztartály, egy a létező legnagyobb teljesítményi napelem. Ja, napelem a tetejét? Igen, itt áram van, hűtő van, itt kettő, buszat is be tudsz dugni, laptopot tudsz tölteni, van, ez egy idei fejlesztés a gáz,
Bevezettétek. Igen. Tudom, itt a szellőzés, itt olyan jól lehet aludni, hogy azt el sem hiszem, itt olyan. Az ember azt gondolná, hogy nyáron egy ilyen pléddobozban borzasztó lenni, de én sehol a világon, nekem alvási nehézségeim vannak, az tényleg? Ezt nem tudtad belőlem eddig még kihúzni, de... És egy kis bulvár volt, hát köszönjük, igen, hogy így a végére szórtál elénk. De Kriszta nehezen alsz. Akarsz erről beszélni? Mi van el mögött, és hogy éled meg? De itt viszonyú jól alsz. Majd beülünk, és elindulunk, és többé senki ne tudja rólunk, hogy kik vagyunk. Mm. És ebben a gondolatban osztozunk, szerintem az Adél. Szóval ezen is néha. Igen, ezen a néha. És hát ez nyilván nem véletlenül jött létre, hogy ez van. Hát azért még maradjatok, mert Head the Gabler-t még szeretném megnézni a kultúrában. Kéz- és lábtörést hozzá, ezt szoktak mondani? Még szokták, mindig? Igen, meg kalappal. Kalappal és a többi. És köszönöm szépen a beszélgetést. Tudtam, hogy veszély van, azt is tudtam, hogy mik a túlélési esélyeink. Ezt azért tudtam, sajnos, mert elvesztettük Levocki Gábort 97-ben. Azt mondják rólatok, hogy ugye, hogy te sokkal nyugodtabb vagy, mint ő volt. Hogy ő egy... Aztán belém költözött, és ez elmúlt. Igen, tényleg? Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.